Javul-e tovább a Győr játéka, és melyik arcát mutatja majd a Krim Ljubljana? Jó estét kívánok! Ezek a kérdések tehetőek fel a Női Kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének harmadik fordulójában a Győri Audi Eto KC Krim Ljubljana mérkőzés előtt. Ez következik most itt a Digisporton. A győri csapat Larvikban már valamivel jobb játékot nyújtott, mint a Budućnost Podgorica ellen a középdöntő első fordulójában, és ezen kellene még csiszolni. A Krim Ljubljana pedig az első körben megverte a Larvikot, utána viszont 1997 óta a legnagyobb BL vereségét szenvedte el Podgoricán a montenegrói ellenféllel szemben, 15 góllal kapott ki. Itt látjuk a tabellát, a Budućnost és a Győr azonos pontszámmal vezeti egyelőre a négyest, ennek a találkozónak pedig nagy lehet a tétje, hiszen a Győr megléphet egyik riválisától, a Krim Ljubljanától, ez pedig a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos. Ha azt a kérdést teszik fel, hogy a Digisport melyik arcát mutatja, akkor mostantól kezdve a szebbet, Berkesi Judit következik. Rendkívül elszánt az ellenfél, és láttunk már ehhez hasonló arcokat itt a győri egyetemi csarnokban, mégpedig a Budućnost Podgorica játékosainak arcai voltak azok, és akkor bizony meg is szenvedett két fordulóval ezelőtt a magyar együttes a montenegróiakkal. Reméljük, hogy most azért valamivel simább, egyszerűbb mérkőzés következik. A magyar csapatnak voltak gondjai, ugye, Korsos Dorinát például szerdán az Érd ellen 10 góllal megnyert bajnokin kellett letámogatni a pályáról, de ő itt lehet a keretben, ez pedig már önmagában is jó hír. Ambrosz Martinnak különben fájhatott volna a feje, hiszen egy bal szélsőjét, Szepesi Ivetet már elvesztette, hogyha másodikkal is megtörtént volna, az már valóban gond lett volna. Azok, akik rendszeresen néznek győri mérkőzéseket, most már észrevehették, hogy Korsos Dorina itt van, ő is végigállta a himnuszt, és itt van a keretben is, hogyha a névsort végigböngészik 11-essel, és vállalhatja is a játékot, egy apró bokasérülés szenvedett, de remélhetőleg ez nem hátráltatja, ugye a kiesése lett volna nagy gond, mert abban az esetben az irányító és a bal szélső posztra, azaz kettő pozícióra, összesen kettő játékosa maradt volna a Győrnek, Görbic és Kovacsic, de ez most megoldottnak tűnik. Ambrosz Martin, aki talán nehezebb feladat előtt áll, legalábbis úgy tűnik az eddigi meccsek alapján, mint az előző szezonban, mert mintha néha akadozna a gépezet. Itt pedig a Krim Mercator Ljubljana, amelyet kétszer is megvert az előző szezonban a győri csapat, és akkor viszont teljesen más volt a játékos keret, hiszen nyáron Bodnyeva, Müller, Vergejuk hagyta el Tisej csapatát, és most pedig a télen anyagi gondok miatt Carmen Martin, Viziciu Torstenson és a remek szélső Irmán is távozott. Itt pedig a sztárjátékosok, két beálló, Heidi Lőke és Andrea Manea, ők találkoztak egymással az elődöntőben az előző szezonban, hiszen a Vilcsa játékos volt Manea, és pont Manea mellől szerzett Lőke továbbjutást jelentő gólt akkor a visszavágon. És két igazi klasszis, Görbic Anita, aki a Larvik ellen nagyon jó formában támadott, és ráadásul védekezésből is kivette a részét, és Penezic az ellenfél talán legjobb játékosa. Florescu és Dutta vezeti a mérkőzést Romániából, a Larvik elleni bajnokok ligája döntő első meccsét fújták az előző szezonban. Akkor feltűnő volt, és Ambrosz Martin is felhívta a játékosai figyelmét a meccs vége felé arra, hogy a beállóval szemben szinte bármilyen eszközt megengedtek a védekezésben. Ha ez most is így lesz, akkor számítani kell rá, és építeni esetleg. A Győr kezdte a meccset, Lunde a kapuban, Orbán Bulatovic, Görbic, Amorim, Kovacsics és Lőke, így kezdi meg a mérkőzést a magyar együttes.
az ellenfélnél Krüpes, a jobb szélső, Wörz ott van természetesen védekezésben, ahogy Angela Bulatovic is. Penezic is a pályán, és Zrinec a bal szélső, baloldali kettes védő pedig Manea, aki 60 perces játékos, de van itt váltótársa is, ha kell. Görbic bejátszása nem jó, Angela Bulatovic kapott bele, Wörz indulhat, és teszi tovább a mérkőzés első gólja egy eladott labda után az ellenfélé, Zrinec a szerzője. Erre nagyon kell vigyázni a továbbiakban, mert a Budućnost ellen is az eladott labdák, a technikai hibák tették igencsak nehézé a mérkőzést. Amorim cselez, Bulatovic, pörgős védekezés eddig a Krimtől. Amorim kapufa, Görbic nem tudja megszerezni a kipattanót, Krüpes jobb helyzetben volt. Ez pedig egy gyenge védekezés, ami után Amorim valahogy még odaér, teljesen szétnyílt hátul a Győr, de nem tudta ezt kihasználni Andrea Penezic. Angela Bulatovic csak védekezésben, a helyén Lazovic támadásban, ő nála a labda. A Győr nem cserél támadásról védekezésre, és viszont itt nem lehet meglepni elvileg a gyorsan felhozott labdákkal. Wörz, Lazovic, Penezic, Krüpes. Ez rossz passz volt, de egyelőre a román játékvezetők nem emelik a kezüket, most megtették. Lazovic be tudja játszani, Wörz, hetes lesz. És még egy sárga lap is Amorimnak. A kilépő kettes védő mögé ment a bejátszás, és hiába számított rá Amorim, nem ért oda időben. És ott látjuk, hogy már befordul Wörz, amikor Amorim még hozzáér, egy kicsit meglöki. Zrenec a labdával. Törölni kell, úgyhogy még nem végezheti majd el. Lundinak nem az előző két BL mérkőzés volt. Pályafutása két legjobb találkozója, ez könnyen elmondható. De a Larvik elleni meccs második félidejében már jó teljesítményt nyújtott. Zrenec! Ennél pontosabban nem nagyon lehet, és hiába tudta Lunde, hogy merre forduljon. Mégiscsak a hálóba jutott a labda, 0-2 az állás. Bulatovic pedig már is bent a pályán, ugye az egyik hármas védőjét cseréli az ellenfél. Ezt talán ki lehet majd olykor használni. Amorim jó csele, Kovacsicsnak nem jó az átadás, Görbic lement a sarokba. Amorim, lövőhelyzet nincs, lő kell, Wörz. Szabad dobás lesz. Hopp, ér a gól. Görbic, itt a milyen észrevétel. Zseniális gól. Az ellenfél még rendezgette volna magát, de hova? Ha! Stefani szint láttuk közelről az ellenfél kapusát, aki amikor a Larvikot megverte a Krim Ljubljana a középdöntő első fordulójában, akkor 50%-os kapus teljesítmény nyújtott. De most üresen hagyta a hálóját. Wörz, Penezic, Lazovic viszi fel a labdát, Penezicnek nem volt lövőhelyzet, eléggé lendület nélkül érkezett Penezic. Most cselez, ő Lunde! Szabad dobást fújnak, úgyhogy marad a fekete mezeseknél a labda. Ott látjuk, hogy Amorim tolta az ellenfelet. Wörz. És ez is bemegy. A kapufa segítségével. Itt is tudta Lunde, hogy merre kéne mozdulnia. De ez egyelőre édeskevés. Ki kéne védeni a lövések után a száguldó labdát. Penezic kap sárga lapot közben, elhajította lőkét. Amorim, Görbic. Orbán fut be, lőke a szélen, Maneával szemben, Görbic. Hoppá, Orbán, Wörznek talán jár valamilyen lap, igen, egy szép sárga. Nagyon keményen védekezik a szlovén csapat. Szabad dobás.
Orbán megint elkezdi a befutást, Görbic, Amorim, ez így jó, Kovacsics helye és gólja. Nagyon fontos, hogy a bal szélről is eredményes legyen a csapat, mert ez hiányzott a Larvik elleni meccsen is. No, nem annyira, hogy ne nyerjen a Győr, csak így szélesebb lehet a játék. Ha az ellenfél feladhatja a Győr egyik oldalát, egyik szélét, akkor lényegesen könnyebben védekezhet belül. Kovacsics gólja talán erről szólt elsősorban. Lazovicot szedte le a levegőből Amorim. Görc. Kovacsics jó ütemben. Sárga lapot kap. Ugye a Larvik ellen az a védekezés jött be igazán, amikor Görbic lett a baloldali kettes védő, és messzire kilépdelt a jó formában játszó Nora Mörkre. Most egyelőre a szélen védekezik Görbic. Lazovic. Penezic. Lazovic húzza tovább, ez pedig mellé Lunde lépett a hosszú sarok irányába. Oda már nem lehetett belőni, pedig eldöntötte Krüpes, hogy oda próbálja majd. Lehet egyenlíteni. Kovacsics. Onnan ő nem viszi be. Görbic Amorimnak. Görbic. Orbán elindult a szélről. Amorim tovább. Bulatovic. Nincs igazán helye. Nagyon pörgősen védekezik továbbra is az ellenfél. A játékvezetők nem fütyülnek, pedig itt aztán minden volt Lőkével szemben. És úgy tűnik, hogy nem változtak tavaly óta a beállóval szembeni szabálytalanságok hívei továbbra is. Sarokdobás. Blokkolták Görbic próbálkozását. Amorim. Közbe fütyülnek, és csak szabad dobás, és továbbra is fent a bíró keze. Most viszont megállították az órát, mert a labda a reklámtábla mögé látogatott, és nem akart hazatérni. Stefanisin. Hát ha így tud indítani, mint ahogy visszaadta a labdát, akkor olyan nagy baj nincs. Attól félek, hogy akkor pontosabb. Görbic. Most sem lehet elvégezni. Nem volt meg a kellő távolság a szabad dobástól. Amorim. Az szép! 3-3. Andrea Penezic teste mellett tudta még visszahúzni a labdát a rövid sarokba Amorim. Feltett kéznél, ez egy fontos gól. De hát egyelőre a támadások nem túl folyékonyak. Ugyanolyan darabosak, mint amilyenek voltak mondjuk a Buducnost ellen. Majd meglátjuk, hogy változik ez. Penezic. Lazovic. Penezic. Az rossz bejátszás. Nem bántották Maneát. Orbán indul és kapja a labdát. Orbán! Most már a Győrnek is van gyors gólja, és megvan az előny. A 8. percben 4-3. Kiváló volt a labda, Orbánnal nem ért vissza sem Penezic, sem pedig azon a szélen játszó Zrinec. Így be lehet egy gyorsan fejezni. Wörth. Krüpes lépett fel. Lazovic. Penezic. Wörth. Test mellett Lunde. Számított rá, pedig a labdát sem láthatta, nemhogy a szándékot, mert a szándék az abszolút láthatatlan, rejtve van a koponyában. Bulatovic! Még nem érkezett meg a másik Bulatovic, Angela Bulatovic, ezért Katarina befejezte. Ott látjuk, ahogy a hármas védő éppen betotyog a záróvonalhoz, na addigra már értelmét vesztette, hogy pályára lépett. 5-3. 1-3-ról. Penezic. Wörth. Krüpes lépett fel. Lazovic. Penezic. Le a szélre. Zrinec. Lazovic nem tudja ellőni. Mozgékony a győri csapat is. Ott viszont volt egy rés. Lazovic. Ő és Penezic távozik majd a nyáron a Vardar Skopjéhoz, azaz a Ljubljana tovább gyengül. Amorim, belemenés. Ráugrott a védőkre, más kérdés, hogy hol álltak a védők. Krüpes helyzete, egy, és Lunde talán még hozzá is ért.
A felső léc mindenképpen nagy lédés. Kicsit kisodródott a szélső, gondolkodott is azon, hogy mi legyen, aztán elvállalta. Görbic, Amorim, Kovacsic. Amorim, Lőke. Amorim, Kovacsic benn maradt második beállón. A Görbic, Lőkét megint fogja Wörth. Azt mutatta közben a német játékos, hogy Lőke feldobja magát rendszeresen. Bulatovics a bal alsó sarokba. Nagyon fontos, hogy Katarina Bulatovics jól játszon, mert az utóbbi időben voltak olyan jelek, hogy talán őt is megzavarta az, ami a felkészülési időszakban körülötte történt. De most eddig kiválóan lő. Wörth, Krpes, Penezics. Lazovics. Penezicsnek. Még nem emelik a kezüket, most igen, megbeszélte a két bíró a headset segítségével, Lazovics, Kovacsics. A lehető legjobb pillanatban lépett előre. 11. perc, Wörth, Görbic labda szerzése. Megpróbálták meglepni a csapatot, nem tudom, hogy videó alapján készültünk erre, de úgy tűnt, Kovacsics! Remek indítás után ő fejezi be. 7-4. Kovacsics Anikó második gólja. Erőszakosan Lazovics nem mert hozzáérni. És kapuscsere az ellenfélnél, ami bejött a Larvik ellen, Stefanisin, az egyelőre nem volt túl hatékony, és így pedig Grubišić a kapuban, közben Krpes talál be a szélről. 7-5. Egy kicsit talán meglepő, de mintha az ellenfelek ráéreztek volna arra, hogy a szélről sebezhető Lunde. Most már nem az első meccsen látjuk azt, hogy oda játsszák ki a helyzeteket. Az átlövésekkel szemben szinte tökéletes a norvég kapus. Csak hát van a pályának széle is, ami bizonyos szempontból szerencse, csak hát lehet onnan gólokat is kapni. Hornyák Dóra kezdett el melegíteni. Penezics, Wörth. Manea, ő nagyon kevés szerepet kapott eddig, most átforgott a túloldalra, Lazovicsnak készítettek elő, 7-6. Amorim pihen egy keveset, a helyén Hornyák Dóra és Lőke is lejött egy picit inni, most tér vissza a pályára. Kovacsics, Görbic, Hornyák, Bulatovics, Görbic, bele a blokkba, Angela Bulatovics lépett oda Wörth mellé, összezártak, itt a metró ajtó, ott aztán nem lehetett beférni, itt pingponglabda sem jutott volna be. Hornyák, Lőkét megint eltüntették, Bulatovics ellen az ítélet. Angela Bulatovics, Penezics, Görbic, megvan a labda, gyönyörű, a másodszor Penezics rántja le, és ezért kapni fog egy 2 percet. Görbic második labda szerzése. Itt van, ahogy kilép a létező legjobb ütemben. Valóban, mintha kottából olvasná, és hogyha a teljes teljesítményét nézzük Görbic Anitának, mint a meccseken csodálatuk, akkor inkább partitúráról van itt szó, nem kottáról. A támadásban, védekezésben mindenhol tudja, hogy mi fog történni. Ez most hasznos volt. Penezics nincs. Az ellenfél egyik legjobb játékosa ült ezzel le 2 percre. Piedade érkezett 5-össel. Ő védekezik. Kovacsics megmenti ezt a keresztpaszt. Görbic. Amorim! Grubišić lába mellett tökéletesen. 8-6. Itt van még egyszer az óriási hely és a pontos lövés. Amorim megbízhatóan teljesít védekezésben is és támadásban is. Nyitott variáció védekezésben ezúttal a Győrnél, emberelőnyben. Tervel az, aki feljebb lépett.
és a jobb oldalon próbálja az ellenfél támadásait akadályozni, Angela Bulatovics pedig bennmaradt, Lunde pedig tudja, hogy hova jön a labda. Angela Bulatovics irányított az ellenfélnél ember hátrányban, így őt nem kell becserélni védekezésre. Görbic tervel, ő neki kéne lemennie. Bulatovics, Kornyák Dórája sok szerepet nem kapott, Amorim megint védekezésben és támadásban is pályán. Görbic. Orbán indul el, és teszi Görbicnek, a szép csel volt, Amorim fej fölé. Megint ugyanazt a részt gyártotta le a győri támadójáték. Itt van, hogy szétfeszítik az ellenfél védelmét a jobboldali 1-es és 2-es védő között. 9-6. Könnyen lehet, hogy azért jött le Hornyák Dóra ilyen hamar, mert Amorimra hegyezi ki az emberelőnyös figurákat a győri csapat, már pedig most emberelőny van. Lazovics. Két gólból erre következtethettünk. Perezic megjön. Ez pedig annyit jelent, hogy kiegészült az ellenfél. Tisei pedig ekkor kér időt. Így a győri csapat is változtathat majd. 3 gól az előny, de eléggé hektikus olykor a játék, amikor azt hinnénk, hogy megnyugodhatunk, akkor kell igazán idegeskednünk. You need to come and play back to the behind number 2. Okay? We can make a Duna fair and you stay here. Okay? And we need to... Sam tri na robe smo nismo naredili, nismo leteli nazaj, nismo za prvi sredino, sve ostalo je u redu. Ajde! Too much with the pivot. Both players to the pivot. So, change the position of the leg and of the hands. A minimum do something to force her to pass and not good shooting. Okay? Here in the second, yes, control the pivot. If they want to shoot from here, shoot. Okay? But not in the middle. Okay? In attack, do that. Move them all. If we are in the middle, move the ball. Don't stay too much with the ball. If not possible, the first one, move to the next one. Come on, girls, Norman, one by one for you. Look for a 2-minute penalty, Johnson, come on. Get there, Roberto. Lazovics és a kapufa Lunde segítségét igénybe véve hárított. Köszönjük meg neki. Most azért javított a kapufa is a védési hatékonyságán, mert eddig mindig befele pattant róla a labda. Tervel bent van, így is, hogy kiegészült az ellenfél. Penezicet fogta meg Amorim. Ugye Tervel emberelőnyben zavaró, és ez is indokolhatta, hogy Hornyák helyett Amorim jöjjön a pályára, nem csak az emberelőnyös támadó figurák. Középről nem szabad az ellenfelet hagyni lőni, ezt mondta Amros Martin. Görbic, Kovacsics talán lett volna helyét, megcsúszik. Kétszer indulás, egy kicsit lökte is Krpezs. Aki most előre teszi, Manea, Tervel! Ő visszaért. Ugye a román beálló a Vulcsa történetének legtöbb BL meccsel büszkélkedő játékosa volt, és a 76-at, az utolsót a Győr ellen játszotta idegenben az előző szezon elődöntőjének visszavágóján. Szerencsére nem túl kellemes emlékekkel. Bulatovics, Görbic, Orbán, Lőke most kiment az ellenfél védelmének bal oldalára zárni, Hornyák, korsós a pályán, ő a bal szélső, Bulatovics! 10-6! Azt hiszem, Katarina Bulatovics most megmutatja, hogy milyen az igazi átlövő, és ezzel együtt azt is, hogy milyen az igazi átlövés. Mind a 3 gólja ilyen volt. Nagyjából 10 méterről bátran elvállalhatja. Zrinec, Wörth, Lazovics, Görbic most a 2-es védő, így, hogy korsós bent van, Penezic pedig gólt szerez, hiába mondta el Ambrose Martin, hogy középről nem lőhetnek.
túlzottan is a beállóra koncentrálnak a hármas védők. Ki kéne lépni, ezt hallhattuk az időkérésnél, most ehhez képest ez nem történt meg. Ábrosz Mártin felelősségre is vonta Tervelt és Amorimot. Hornyák, Görbic, az rossz átadás, Kripes, Angela Bulatovicsnak, sajnos könnyű gólokat enged az ellenfélnek a magyar csapat, és azzal együtt is, hogy Görbic szerzett két labdát, most már a második tisztán eladott labda is ott van a neve mellett. Angela Bulatovics, aki most szerezte a gólt, Katarina Bulatovicssal együtt BL-t nyert a Podgorica színeiben, pont a Győr elleni fináléban 2012-ben. Hornyák. Katarina Bulatovics! 11-8. A negyedik védhetetlen bomba. Korsós ugyan befutott a szélről és zárt, de ez nem pusztán ezen múlott. Börc, Lazovic, Bognár Bódi is melegít közben a pad mögött, ő jöhet majd Orbán helyére. Lazovic beviszi, a labda meg nem megy be. Linde combján pattan meg, és onnan kifele vánszorgott tovább. Korsós, Börc fogta, ez mellé, ez tiszta hetes volt. És egy sárga lapot kap közben Krüpezs, de hát Korsóst megtolták zicserben a levegőben, itt. Erre 7 méterest kellett volna ítélni. Kripes lejött. És most két beállóval az ellenfél, Piedade, a brazil világbajnok, most már támadásban is fent lesz. Ugye az ő története az, azt hiszem, hogy lehangoló és felemelő egyben, hiszen sztrókot kapott az előző szezonban, majd utána óriási küzdelem árán tért vissza a pályára, hogy egy sportoló ilyen súlyos eset áldozata legyen, az önmagában szomorú, hogy onnan képes visszatérni, az viszont hatalmas dolog. Állítólag a jobb karja részlegesen le is vénult, már pedig a jobb karja az igazi, azzal lőtt most. Lunde véde. Amorim. Tervel ki a sarokba, Orbán. Tervel le, Bulatovics be, Görbic, Amorim, lőkének teszi ki, Bulatovics, megakadt a támadás, most el kéne kezdeni, vagy be kéne fejezni, Grubišić fogja ezúttal a próbálkozás után a labdát, Penezics, hatalmas kapufa, Görbic pedig hogy kapta el utána a labdát, ez nagyon megy. Odaragadt. Továbbra is a támadások viszkozításával van a baj, nem folyékony a Győr támadójáték. A Bognár Bódi érkezik a jobb szélre. Orbán váltotta természetesen. Görbic, Korsós, Amorim, Bulatovics. Görbic, nem volt pontos az átadás Bulatovicstól, ez a támadás is elakadt, hát mögött a passz, lőket teszi ki Korsós, ez bent van a rövid sarokban. Lazovic bent ragadt védekezésben, nem tudták behozni Angela Bulatovicsot, és ott marad le Lazovic, hát sok esélye nem volt, hogy odaérjen. 12-8, Korsós Dorina második gólja ebben a BL szezonban, reméljük, hogy elindul ő is. Szepes évet hiányában nagyon fontos lenne a jó teljesítmény tőle. Megvan a két beállós játék, Manea és Piedade is bent a falban, Perezicsnek itt több a helye, ezért tudta ilyen nyugodtan Lundét választani. Bognár Bódinak nem jó az indítás, Zrinec fogta meg, de Grubišić kapus is ott volt, Manea próbálna Görbicet kicselezni, hát ez reménytelen vállalkozás volt. De hát ha csak ránéz Görbicre, és utána vet egy pillantást magára, vagy a memóriájából kikeresi magát, akkor tudhatta volna, hogy alkatilag lehetetlen, hogy fürgén meglépjen Görbic mellett. Korsós, Görbic, Amorim, Görbic löke! Remek passz volt, és egy remek figura. 13-8. Heidi Lőke
első gólja, kicsit szokatlan talán, a 22. percben volt képes először bevenni az ellenfél hálóját a norvég beálló. El sem jutott eddig hozzá a labda, az ellenfél erre hegyezte ki a védekezését talán legfőképpen. Most már megint csak egy beálló Mané az ellenfélnél, Krpes pedig visszajött a jobb szélre. Nem, ott van Piedá, de is csak az irányító pozíciójából indul. Lazovic. Wörth le a sarokba, az Brunetz nem tudott bemenni. Wörth megakadt. De betette végül Maneának. Türelmesek voltak a játékvezetők ezzel az akcióval. Tervel kap sárgát. Megfogta az ellenfél mezét. Minden kétséget kizáróan igazolta ezt a lassítás. Azok után, hogy Löke gólt szerzett, Manea sem akart azzal adós maradni, úgyhogy a másik beállónak is megvan az első találata. Amorim! Így, hogy nem ment be, mondhatjuk, hogy elkapkodta. Zrinec helyett Mavsar érkezett a bal szélre. És most létszám egyenlőségnél is bent van Tervel zavaróként. Wörthöt külön fogja, úgyhogy ez most 5 plusz 1-es védekezés. Wörthöt leválasztották, Lazovic. Manea megint! És gólt egy. Egyelőre a két beállós játék ellenszerét kéne megtalálni. Nem lett meg. Ambrose Martin kezében a T betű, nyilván meg lenne az orvosság, csak el kéne mondani a játékosoknak, hogy hogyan kell szedni. Ezért tette le a T betűt. Úgyhogy megkapjuk a választ, hogy a két beálló ellen mit kell a Győrnek játszani. A 24. percben 3 gólos a magyar együttes előnye. Pivot! If Penesic is not in the field, a little bit, don't go so with the hard with the ball too much. Just a little bit. If he goes out, you can make the difference. And Duda, Hagi, Heidi, okay? With the pivot, if he goes to the middle, only this, and take both pivot, okay? Important, the pivot. If they want to shoot, Catherine is there. In attack, shoot. Down. Shoot down, come, pero before move the ball, come on. Giant hands, strong defense, come on defense, okay, more. Get the hand up. They will put the pressure, like now, yeah? Just make free, with five or the line player will come out and make free. Nina, yeah, we can make five and make Nina free. Or you can go out, she will pass the ball to you, yeah? You will go make her free, yeah, and then both will go in the position of the line player. Okay? I pass. Löke 7 méteres. És hát igen, az ellenfél beálló játékával volt Ambrose Martin elsősorban elfoglalva. Meglátjuk, mennyit sikerül csiszolni védekezésben ezen. Görvic dobhatja majd a büntetőt. A győri csapat 32 hetesből 25-öt lőtt be ebben a szezonban. Ez egy átlagosnak mondható teljesítmény a hetes vonaltól. Görvic, Grubišić. Talán itt is célszerű lett volna lefelé lőni, ahogy Ambrose Martin kérte. Grubišić így csak oldalra csápolt egyet. És már is elakadt a kezében a labda. Wörthöt Tervel továbbra is fogja, Manea. Mavsar. Lazovic. Piedade. 13-11. Lehet, hogy megvan a megoldás, csak összegyűrték, vagy valaki lenyelte. Mert egyelőre a két beállós játék nagyon megy a krémjúbjanának a győri csapat ellen. Az egymás követő harmadik góljukat szerezték a szlovénok beálló poszton, beálló révén. Korsós, Grubišić be. A túloldalon pedig a horvát kapus elkezdett védeni.
általános cserék Győri oldalon, meg kéne akasztani az ellenfél támadását, mondjuk szerzett labdával, tervel. De Hornyák Ági volt bent védekezésben, Löke helyén. Lökét a legritkább esetben cserélik a Győri együttesnél, és egyáltalán bárhol is játszik. Amorim, Bulatovic, Görbic, Jócsel, Löke, Angela Bulatovic talál Lököt rajta, ezt tovább engedték, igen, a beállókkal szembeni szabálytalanságokat általában méltányolják a román játékvezetők, ez volt Norvégiában is tavaly. Lehet ez előny is, lehet ez hátrány is, egyszerűen el kell fogadni, hogy ez van. Most bezárta a védekezését a Győr. Nincsen terve zavaróként. Bulatovic és Amorim a két hármas védő. Lazovic. Vörcs. Lazovic. Ezt most előtte, de nem volt különösebben sok helye. Csoda, hogy a kapufát eltalálta, vagy a hálótartó vasat, nem tudom melyik ért hozzá. Amorim. Görbic. Kicsúszik a kezéből a labda. Huszonhetedik perc. Görbic lejön, Kovacsics irányít majd. A Győr 5 perce nem lőtt gólt. 13-8-ra is vezetett. Amorim, Korsós, Kovacsics, Bulatovic lefele lőtte, de Grubišić védett. Korsós az, aki visszaszerzi a labdát. Kovacsicsnak remek megoldásai voltak a Larvik ellen is, amikor középre került. Amorim, Korsós, nem ment be, most már emelik a kezüket. Bulatovic, kapufa, Bognár Bódi, ez is kapufa, mi van itt? Lőke, ez már bemegy. Hát ennyi kapufa nincs a világon. 14-11. Ez a bal kapufa esküt ellensége a tulajdonosának gyakorlatilag, ha úgy vesszük, ugye ez mégiscsak Győri kapufa. Ambrose Martin idegeskedett ezen, legalább a sajátjai legyenek vele. Most nincs két beállós játék, lehet, hogy Kisely arra reagált, hogy visszazárt a záróvonal elé a győri csapat. Így a beállóknak talán nincs annyi helyük, visszahozta Penezicset. Ebből lehet, hogy egy kétperces büntetés lesz, egész pontosan így van, Kovacsic ül le. Lazovic forgatta meg. Leforgott volna Lazovic, Kovacsic hátulról fogta. Az csak a bónusz volt, hogy Korsós is találkozott vele. Orbán és Kovacsic beszélni meg a történteket, és Hornyák Ági bent van védekezésben. Rüpes, Lazovic, Vörcs, Benezic a sarokba, szabálytalanság Piedádétól. A 29. percben 4-re lehetne növelni a különbséget. Görbic először a szélre indul, de utána megy középre, ugye Kovacsics kiállításával nincs más megoldás, neki kell irányítania. Bulatovic. Lőkének nem jó, viszont Bulatovic akár tovább is mehetett volna. Vörcé a labda. Bulatovic szabálytalankodott. Benezic. Bele Bognár Bódiba, de Amorim lökött előtte. Görbic helyén Hornyák védekezik, Bulatovic is leszalad. Lökének kell bemennie. Löke a bal oldalon szélsőként védekezik. Megpróbálta megerősíteni a védőfalat Ambrose Martin ember hátrányban. Vörcs. Benezic. Lendületből jöhetett, nincs ellenszer, senki nem támadta, 14-12,
Ezek nem látják, de Ambrose Martin megint széttárta a karját. Ugye ezt kérte, hogy Penezic-re lépjenek ki, és középről ne lehessen lőni. Görbic, Bulatovic, Bognár Bódi, Lőke lépett ki a falból, és keresi újra a helyét. Bulatovic, Amorim és Görbic. Fiedá beállította meg Görbicet időben. Bulatovic, onnan ő nem tud kapu felé fordulni, Amorim viszont igen, sarokdobás lesz. Nem sokára kiegészül a Győr, ráadásul mindjárt vége a félidőnek, még egyet kéne lőni. Görbic, Grubišić. Hiába mondta Ambrose Martin, hogy meg kell próbálni lent gólt szerezni. Grubišić egyelőre sebezhetetlen a föld közelében, és egyre jobb teljesítményt nyújtott az első félidőben, ahogy telt múlt az idő, itt összezárja a lábát például. 14-12, hát a játék talán most sem zökkenőmentes, és egyben azt is mondhatom, hogy nem lenyűgöző. Az ellenfél jól tartja magát, egy kicsit sok a hiba a támadó játékban, amiből indulhatnak gyorsan. A szlovénok ezzel általában élnek is, ugye a differencia nem megnyugtató, de egy jó második félidei játékkal még az is lehet. 14-12-re vezet a Győr a szünetben a Krim Ljubljana ellen. Music Channel, a legfrissebb klipek Magyarország első HD zene csatornáján. Slágerlisták, interaktív programok, tematikus műsorok. Négy órás online stream, alkalmazás okostelefonokra és Samsung Smart TV-re. Music Channel, one like you. Információk, exkluzív interjúk és persze gólok, gólok, gólok. A hétvégi forduló minden izgalma fél órába belesűrítve. Kézilabda bajnokok ligája összefoglaló itt a Digisport.hu-n. Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Milánó és a többiek. Mindkét csoportban óriási a versenyfutás a továbbjutást érő első négy helyért. Férfi kosárlabda Euroliga mérkőzések a legjobb nyolc közé jutásért a Digisport 2. A győri lányok a címvédésről álmodnak. A veszprémi fiúk az első BL győzelemről. Mi pedig folyamatosan figyelemmel kísérjük erőfeszítéseiket. Sőt, igyekszünk minden érdekes dolgot megmutatni ebből a csodálatos világból. EHF kézilabda bajnokok ligája magazin, a Digisport 2. Borkai Zsolt Győr polgármestere, a MOB elnöke áll itt velem szemben. Hát új otthonra, vagy legalábbis átmeneti otthonra lehet a női kézilabda csapat. Ennek természetesen megvan az a öröme, hogy lesz egy új csarnok. Egyelőre hogy érzik itt magukat a lányok, meg a szurkolók? Ők azt mondták, hogy nekik még azért szokniuk kell, picit hidege, picit másabb azért a magvasi a szívükhöz nőtt, tehát több ember jöhet el. Ez így van, hát igen, megvan az oka valóban, hiszen építjük a multifunkcionális csarnokot közvetlen a magvasi sportcsarnok mellett. A magvasi sportcsarnok is átépítésre kerül, ezért új otthonra talált most a női kézilabda csapat. Én úgy gondolom, hogy a profi versenyzőknél ez nem okozhat gondot, persze kell egy-két mérkőzés, amíg megszokják az új helyszínt. Tehát azért emlékezzünk vissza, hogy döntőket, bajnokok ligája döntőket játszottunk Veszprémben, egy teljesen más környezetben. Tulajdonképpen nem volt ott sem lehetőség arra, hogy állandóan felkészüljenek és ott folyamatosan edzenek. Profik, én úgy gondolom, hogy meg fogják oldani ezt a feladatot. Talán az látható
a csapatban, én személyes véleményem szerint, hogy nincsenek még abban a formában, de nem is nagy baj, hiszen májusban legyenek, május elején, amikor a négyes döntő lesz, addig szépen lépésről lépésre nyerjék meg a mérkőzéseket, és jussunk tovább. Villámléptékkel épülhet ez a csarnok, ha jól tudom, novemberben lesz az átadás ideje, és már ott Európa-bajnoki mérkőzéseket játszhatnak decemberben? Igen, valóban így van. Nagyon-nagyon gyorsan építik. Október végére készen lesz a multifunkciális csarnok. Az első nagy megmérettetés az Európa-bajnokság lesz, bár előtte azért szeretnénk majd rendezni egy olyan mérkőzéseket, amivel egy kicsit be tudjuk lakni azt a multifunkciális csarnokot. Én remélem, hogy a győriek, a sportot, a kézilabdát szerető magyar embereknek majd sok boldogságot fog okozni ez a multifunkciális csarnokban lévő eredményesség. Hát egy mondatot azért a mai mérkőzésről is, azt már említette, hogy még azért nincs csúcsformában ez a Győr, de azért ez a mai győzelem meg kell, hogy legyen, hogy kell meglegyen, mint szurkolóként, ugye nagyon gyakran itt van a mérkőzéseken, mindenféleképpen a budapesti Final Four itt a legfontosabb. Hát szomorú lennék, hogyha nem nyernék meg a mai mérkőzést. Igen, mindenképpen győzelmet várok a csapattól. Szerintem a második fél időben remélhetőleg jobbak leszünk. Az elég sok zicsert kihagytunk, úgy látom és ezt tapasztaltam. Bízom benne, hogy meg lesz a győzelem, aztán jönnek a következő mérkőzések. Én nagyon bízok a lányokba. A lényeg, a cél mindig az, hogy a májusi döntőn részt vegyünk. Köszönjük szépen Borkai Zsoltnak, kis szünet után a második fél idővel jövünk. Vannak helyzetek, amelyek különleges megoldásokat Utás! És különleges képességeket igényelnek. Jó, repülök. Ilyenkor a Digi filmen a létező legjobb embereinket állítjuk rá a munkára. Kapitány, mi készen állunk. Azokat, akikkel néha nap... Na hát, egy szuperhős a hódoló. Igazán jó volna cserélni. A legnagyobb hősök a Digi filmen lépnek akcióba. Csak rossz nap, ha küzdesz ellen. Hidd el nekem. Digifilm. A show megy tovább. Abban, amit itt láttunk eddig az első fél időben, és reméljük, hogy azért változás lesz a másodikra, az az ijesztő, hogy a Budućnost Podgorica ezt a Krim Ljubljanát 15 góllal megverte, már pedig egyelőre a szlovénok egyáltalán nem állnak távol attól, hogy a Győr szintjén kézilabdázzanak, legalábbis a mai szintjén, mert a győri csapat továbbra sem nyújtja azt a teljesítményt, amellyel elkápráztatta az egész európai kézilabda szerető közvéleményt az előző szezonban, és ennek a szezonnak az első felében. Meglátjuk, hogy milyen változás történik a második félidőre. Több a technikai hiba, több az eladott labda a megszokottnál a védekezésben is. Vannak olyan hibák, amelyekhez nem szokhattunk hozzá abban az évben, amikor megnyerte a Bajnokok Ligáját a győri csapat. Nem volt az olyan messze, hogy régen. Úgyhogy emlékezhetünk élénken. Itt vannak a gólszerzők. Lunde is kiszolgáltatottabb helyzetben sokszor. Ennek megfelelően az ő védési hatékonysága sem olyan, mint volt. Itt látjuk a statisztikát. 40% azért az nem rossz. A szerencse talán olykor el is pártol tőle. Ugye több olyan lövés is volt az ellenfélnek, amikor a kapufáról jutott a magyar kapuba a labda.
A Krinyubjana kezdi majd a második félidőt. Lazovicsal, Krpezsel, Maneával, Penezicsel, Zrinetszel. Kapuban pedig Rubisic lesz majd ott. Most nézem, hogy Wörth vetkőzik-e, igen. Könnyen lehet, hogy beszáll majd. Itt van Fischer, aki az eddig látottakkal elégedett lehet. Pont Wörthnek, az irányítónak mondja el, hogy minek kéne történnie majd a pályán. A Győrben Görvic, Kovacsics, Amorim, Tervel, Lőke, Orbán, mögöttük pedig Lunde. Penezic, Zrinec, Wörth mutatja be a figurát, Lazovicstól kapta vissza a labdát. Lazovic, Tervel, remekül. Gyönyörű labdaszerzés, Tervel végigvihetni, megpróbálja beütni, elvették a labdát Terveltől. Lőke, nem történt semmi, mutatja a játékvezető. Zrinec került a földre, ugye a hatos légterébe már úgy jutott, hogy a labda nem volt a kezében. Lőke előtte suhintott, de hogy mit talált, talált-e valamit, azt ugye nehéz lenne megítélni. Tervel természetesen nincs támadásban. Bulatovic, Görvic. Görvic pattint és dobna, csak passzolni tudott így, majd beletört a karja. Bulatovic megvárta, amíg Görvic feltápászkodik, fenn a bíró keze, Görvicnek lőnie kell! Hát ha muszáj, 15-12. Kénytelenségből lőtte szét a bal felső sarkot Görvic Anita. De még lesz még ilyen, hogy rákényszerítik. Kis gólokat ma nem szeretne szerezni, úgy látom. Volt az a zseniális szabaddobása váratlanul, meg ez. Pedig az aprócskák is kellenének. Penezic. Krpezs nem megy be, pedig Görvic eléggé fellépett. Lazovic Wörthnek, csodálatos volt a blokk, Amorim és Tervel állt össze egy pollá ott a levegőben. Orbán, Lőke elől, Manea. Sajnos megint egy elrontott gyors akció, ezeket kéne befejezni valahogy, hogy nőjön a különbség. Wörth pattint, Manea! 15-13. Manea három gólos. Nagyon jól játszották meg ismételten. Ugye Bulatovic csapattársa volt a Lőcseában. Bulatovic, hogyha bent van hármas védőként, akkor nyilván tudja, hogy Maneától mire számított, most nem volt. Bulatovic! Hát Manea is tudhatná, hogy mi jön, pont ő védekezett Bulatovicsal szemben. Egy dolog tudni, és egy másik dolog tenni ellene, hát azt nem tudja Manea egyelőre. Messzire ki kéne lépnie, hogy Bulatovic ne ugorhasson fel, de ahhoz nincs meg benne a gyorsaság talán. Wörth. Penezic tovább, Lazovic, Penezic, Wörth. Gyorsan járatják, Amorim mégis odaért, Lazovic valahogy megmentette, Penezic. Amorim visszarántotta, fenn a bíró keze, Lazovic, Kovacsics mellől. Ki kellett volna rá lépni. Mert így, hogy bent várt a Kovacsics, balról, jobbról, segítség nélkül, mert ez történik, ott látjuk, egyedül Kovacsics Anikó védekezik. Ez kiszolgáltatott helyzet. Ezek is védekezési hibák. Bulatovic. Amorim. Görvic. Nem lehetett passzolni, Lazovic lépett messzire, Görvic. Amorim! Sajnos fölé. Angela Bulatovic Wörth helyén védekezésben, de most támadásban is fennmarad. Penezic. Krpezs. Neki szaladt Kovacsicsnak, aki rögtön kap egy 2 percet, hogy dobta be magát a szélső Kovacsics kezébe. Nem véletlen a mosoly. És a második 2 perce Kovacsicsnak. A vállát fogta meg.
amire eldobta magát az ellenfél. De hát ezt megették a játékvezetők. De semmi olyan nem volt, ami 2 percet érdemelt volna. Egy gólra jöhet fel a Krim Ljubljana. Ilyen a 12. perc óta nem történt. Mármint, hogy fel is jött volna. Wörth, Tenezics, Amorim jól. Wörth, Tenezics, kijön Lunde lábáról, ő volt a másik kapufa. Az egyike megpattant, róla meg kijött. És közben egy sérült, méghozzá Tenezics. Innen nézzük meg. Amorim jött és lökte. Rosszul esetett Tenezics. Itt jön Amorim és próbálja megtámasztani a lövőkart. Nem maradt egy picit és valóban Tenezics rosszul ér a földre. De lehet, hogy Amorim karja volt ennyire erős. Minden esetre gólt nem szerzett ebből az akcióból a Krim Ljubljana. Közben a padon Kovacsics magyarázta Ambrose Martinnak, hogy ő mit szokott csinálni, Ambrose Martin pedig azt mondja, hogy mit kéne. Már nincsen másfél perc az ember hátrányból. Amorim. Györbic a sarokba lépett le. Amorim inkább elindul. Bulatovics. Angela Bulatovics lőkét megelőzte. Nem történt szabálytalanság. Piedade. Wörth. Angela Bulatovics teszi még tovább a labdát. Aztán kifele indul, de Fischer jelezte, hogy maradjon bent. Stefanisin öltözött fel félig meddig. Angela Bulatovics. Lazovics, odaért Amorim. Még mielőtt ellőhette volna Lazovics, akit most ugye nem lehet cserélni a hosszú oldalról, Fischer nem is nagyon próbálkozik vele. Remek védekezés volt, itt látjuk, hogy ahogy tanítják, úgy jött Amorim, hiába reklamál Lazovics. Az egyik karral az ellenfél testét, a másikkal pedig a lövőkart támasztotta meg. Wörth, Angela Bulatovics. A labda megvolt, Lazovics cselez, Rüpes nagy helye, betenni, tervel nem bántotta Angela Bulatovicsot, egyszerűen túl kombinálták, Rüpes úgy érezte, hogy ebből egy szép kínai lehet, szép elrontott lehetőségé alakult. Jól védekezett emberhátrányban kétszer is a Győr. Görbic, Lökének, Löke, a szokásos figura megvan. Ez sikerült emberhátrányban eladni. 17-14 hát mögött Görvictől a passz, Lőke pedig megkerüli és belövi, Kovacsics pedig ismételten a pályán. Nem lett egy gól, hanem 3-ra duzzadt a különbség. Wörth, Tenezics. Lazovics, Tenezics, Wörth. Előtte a labdát Lőke fölött, a norvég próbált volna blokkolni, de nem jött össze, és kiderült, hogy így jó. Görbic, Amorim jön, Bulatovics pedig kiengedte a labdát a kezéből sajnos, Angela Bulatovics, nem volt lépés a játékvezetők szerint, Lazovics, Görbic próbálja megszerezni, Zrönec ért fel a bal szélre, Piedade és Bulatovics lejön, Manea és Wörth támadásban. 2 cserél most tehát a Krim Ljubljana. Érdemes lehet gyorsan felvinni a labdát. Tenezics. Ó, de könnyen bevitte. Nagy védekezési hiba, 17-15. Manea zárta el Bulatovicsot. És sajnos Amorim is a beállóra mozdult volna, miközben annak már nem sok értelme volt. Bulatovics, Görbic, Amorim.
Görvic, Bulatovic, Amorim és Bulatovic játszottak össze, Görvic, Orbán, hát fújhattak volna egy szabad dobást Görvicnél, itt meg Lőkénél, Görvic, és nem ítélnek semmit, hát itt aztán legalább három szabálytalanság volt. Mehet tovább, Lazovic hozza, Krüpezs, Penezic. Kilencedik perc a második félidőben. Megint egy esély a szlovénoknak az egy gólra zárkózása. Lazovic, Penezic, Wörth, belemenés. A szegény Orbán meg is sérületett. Wörth nagy lendülettel érkezett. Itt van Lőke, odazár. Hát ez is határeset volt. Nem feltétlenül volt belemenés. Hogyha azt nézzük, hogy elfoglalta a védő a pozícióját, akkor kijelenthetjük, hogy nem. Orbán jól van. Görvic a bal szélső. Kovacsics irányít. Bulatovic. Kovacsics. Amorim. Lőke. Lazovic. A jó szabad dobás csak lesz belőle. Jól is védekezik a Krim Ljubljana, de ez a fajta keménység azért nem volt megszokott korábban. Talán a Podgoricának köszönhetjük azt, hogy elfogadottá vált. Kovacsics, Amorim. Kovacsics Bulatovicsnak. Orbán. Kovacsics és Amorim, Orbán befutott, Kovacsics cselez és lőné el, nem történt semmi, ketten fogták Kovacsicsot, egészen érdekes döntések, hogy ezek nem szabálytalanok, ez nehezen értelmezhető. Angela Bulatovic, le a sarokba, Zrunec, ez láb. Ambrose Martin kér időt. Elege volt abból, amit a második félidőben látott, csak nem 10 percig. Oda megy a játékvezetőhöz és beszélget egy picit. Nyilván érdekli, hogy mit látnak a játékvezetők szabálytalanak, és mit nem, mert nehéz megtalálni a határvonalat. Remember, open, open. If not option to pass pivot, play outside. And the second situation is try to go and to force the spaces two and three, until the end. One more thing, and don't understand bad. The goalkeeper no save in the second half. So if you are inside and close to the defense because they are with the pivot, shoot, or better, come on. In defense, they are pressing the middle, close, and for the win, come on. Look a little bit more, malo bolj poglejte linijo, okay? Obramba je drugače v redu, Barbi, sam še žogo od spredi. Obramba je odlična, okay? Tule moraš paziti zdaj, če naredijo ta Duna fair, pogrejo ena na ena, preigrajo ta sredini, morate stiskati. Pazi, gremo v napadu, naredimo en Duna fair, pa ti obrneš, pa Duna fair s križanjem, okay? Pa pivot je med ena in dva, okay? Ajmo! Amorim. Becselezi magát, megint nem történt semmi. Penezic, Piedade. Penezic Lőke fogná. Itt meg közbefújnak. A második félidőben 3-3 gólig jutottak a felek. Egyelőre a védekezések dominálnak, talán ezt lehetne mondani. Mané eljött támadásba az ellenfélnél. Angela Bulatovic a Budisztosztán nagyon ritkán kapott támadásban lehetőséget az utolsó időszakban. Most itt a Krim Ljubljanánál, így, hogy voltak távozók szép számmal, megvan az esélye arra is, hogy gólt szerezzen. Görvic, beviszi, belövi.
Ott pedig nem volt hely. Ambrose Martin az időkérésnél arra hívta fel a figyelmet, hogy a réseket is támadják. Ha meg nincs, akkor csinálni kell. Görbic Anita mutatta ezt meg. Három gólos, ahogy a differencia is. Angela Bulatovic, Benezic, Lazovic. Benezic, Maneának pattint. Ott voltak a védők. Egyrészt Tervel, másrészt Lőke, és készenlétben Amorim. A két ember nem lenne elég. Benezic. Ráugrott a falra, és a labda pedig nem ment messzebb. Amorim lépett ki. Ebből szabad dobás lesz. Kezét üthette meg Benezic. Mint ha arra utazna, hogy Amorim kapjon 2 percet. Nekem nagyon ez az érzésem, hogy az iménti nagy esése is Amorim lökése után. Most az, ahogy rácselezett. De egyelőre nincsen büntetés. A brazilnak van viszont Benezic gól. Nagyon pontos lövés volt. ...18-16... Kovacsics, Bulatovic, Görvic megint lent a sarokban, ő lett a bal szélső gyakorlatilag. Orbán, Bulatovic, Amorim, Görvic, Kovacsics, Amorim, Lőke nem megjátszható, Bulatovic, Kovacsics vinni, Angela Bulatovic fejmagasságban, Amorim, Orbán, és Grubišić véd. A labda viszont marad a Győrnél. Negyed ennyiért adtak 2 percet Kovacsicsnak a túloldalon, Krüpezzsel szemben. Kovacsics. Lazovics jön és fogja meg Bulatovicsot. Amorim. Görbic. Rossz a szög, Grubišić pedig tudta, hogy mi jön. Rögtön lement spárgába, onnan nem lehetett volna máshogy belőni, csak pörgetve. Angela Bulatovics, Krüpezzs. 18-17. 30 percet játszottak úgy a csapatok, hogy csak nagyobb volt a különbség, mint egy gól, most ismételten egyetlen találat a két együttes között. Akkor 7-6 volt az állás, most 18-17. Amorim, Lőke, Angela Bulatovic fogta, és most kivételesen fütyültek a játékvezetők. Kovacsics, Lőke, Bulatovic, Amorim, lőhet is, így van. 19-17. Amorim 4 gólos, és hát nem volt nehéz dolga, mert Grubišić sejtvén, hogy lefele akarnak neki lőni. Talán még az időkérést is hallotta Ambrose Martin részéről, amikor ezt elmondta. Már nem láttam ott a győri lányok között megbújni. Szóval elindult lefelé, tehát a kapu egyik oldalát választotta, a másik szabadon maradt. A 15. perc óta ez az első gólja a brazilnak. Ilyet kell menni. Azért ha ez a Krim Ljubljana azzal a játékos állománnyal szerepelhetne, amellyel ősszel még csatasorba állt, akkor valóban akár a Final Four-ra is nagyon esélyes csapat lenne, így csak picit. Wörth, Manea nem tudja megfogni. Amorim. Nagyon jól is zárnak vissza a szlovénok, Amorim pedig eladja a labdát, Benezic viheti, Lőke fut, és szorítja ki az ellenfelet. Ez remek védekezés volt Lőkétől. Nem is volt meg a lövő szándék Benezicnél, ezért nem kaphatott 7 méterest. Jó régóta vitte már Lőke a záróvonal felé. Egy fél-fél idő van hátra. És hát úgy tűnik, hogy izgalmas meccsei lesznek a Győrnek itt a középdöntőben továbbra is. Még a Larvik elleni viszonylag könnyebb is volt. Lazovic 2-szer indulását fújják le. Amorim, Görbic, Kovacsicsnak picit tár rövid. Lőke, ez bent van. 20-17, végigvitte a támadást a Győr,
pedig ezen a meccsen eddig a Krim Ljubljana tökéletesen zár vissza. Ugye a Győr egyik nagy fegyver a szerzett labda után lőke gyorsasága, és az, ahogy ő felér az ellenfél hatosához, mindig van játékos, aki vele tart, és akit nem képes lőke otthagyni. És a széleken is időben visszaérnek a fekete mezesek, úgyhogy ehhez képest szép, hogy egyáltalán sikerült gólt szerezni. Most Penezic Maneától kapott jó zárást. Nem fértek oda a blokkolni kívánó játékosok Maneától. 10 lépett egész messzire Bulatovicsra. Bulatovics jó régen nem emelte a karját, pedig az jó, amikor ő emeli és ugrik. Kovacsic, Bulatovics, most kéne például, áj! Pedig Kovacsic összezilálta az ellenfél védekezését, ezt lehetett volna kihasználni. Wörth, Penezic le a sarokba, az Rönet, Lunde mellett a rövidbe, már-már szokásos módon sajnos. 20-19. Nagy helyet hagyott Orbán, ez is igaz. Bognár Bódi a pályán. Nem a védekezés miatt cserélt Ambrosz Martin, hanem azért, mert beszokta hozni Bognár Bódit. Lőke, Bulatovics, Amorim, Bulatovicsnak ott van hely. Bognár Bódi, ó, de szép! 21-19. Bulatovics megint elgondolkodott egy időre. Be is vihette volna akár a labdát jobb szögbe, mint a szélső. Így is gól lett. Wörth, Penezic, Manea. Lazovic jön, Manea! És Lunde, ez nagy védés, Görbic! Hogy kapta meg a labdát most a szlovén csapat? Odaadták a játékvezetőt. Ez egy tiszta labdaszerzés volt. Görbic még arra is figyelt, hogy a vonalra ne lépjen oda, de oda lépett. Viszont ott már lökték is. Minden esetre úgy ítélték meg, hogy magától tette meg az utat a záróvonalig. Lazovic, Penezic. Fekete mezesek is meglepődtek rajta, hogy támadhatnak, de támadhatnak. De meddig még? Csak eddig. Manea mellett esett el Tervel. Amorim. Görbic. Lőkét tüntette el Penezic. 2 perc. Ez most annyira látványos szabálytalanság volt, hogy Andrea Penezic nem úszhatta meg a második 2 percét. Lejött Manea és Lazovic, Angela Bulatovic és Piedade ment be, ők védekeznek most többek között. Emberelőny. Bulatovic. Görbic Amorimnak megint rájön ki a figura, és ez nem véletlen. Így sakkozzák ezt, 22-19. Ugye ebben a sakkpartiban az elején van egy Görbic féle megnyitás, amikor megnyitja a falat, és utána Amorim mattot ad. Nagyon egyszerű. Krüpes, Lazovic, Piedade középen most. Itt egy irányító, de hát a második beálló, úgyhogy el is indul majd befelé, így is van. Lazovic, Krüpes. Úgy érezte, hogy el kell lőni. Kovacsics, Görbic. Most Kovacsics a bal szélső, Görbic az irányító. Cserélgetik a szerepeket. Egyelőre a szélről Kovacsicsnak, középről Görbicnek ment jobban. Sarokdobás. Angela Bulatovic blokkolt. Nem állították most meg az órát, de így lett volna rá ok. Bulatovic és Bulatovic, ők ketten találkoztak, csak névrokonság ez. Amorim, Krüpes tudta, hogy milyen, könnyű volt kiszámítani, mert ugyanazt csinálta végig emberelőnyben a Győr.
az utolsó 10 percen belül járunk. Szlovén időkérés lesz. Néhány másodperc múlva majd kiegészül a feketemezes csapat. Toni Tisej érzi úgy, hogy valamin változtatnia kell, vagy megnyugtatni a csapatot. Szoros lehet a végjáték. And then you make five again. Barbie. Če gre tervel ven, sam odkrižaš. Ti prideš in imaš šut tam čez dvojko do oni strani. Če pa gre ven, imaš pa pivota spod. Verko, čez dvojko tam. Ja? Radimo to v obakru. Ja? Ok. Ker tako si zdaj odigrala v brami, prosim do konca. Slowly in attack that we can change and then we make five. Če ne gre ven tervel, if tervel stay, then you need to go and make dribbling. Ok. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajde! Ajde! Ajde. Oh, the situation in defense is in the middle. They are pushing in the middle. We have to close. They want their shoot from there or between one and two in the last moment we close. Don't wings. Don't close so fast. Just in the last moment. If she's in nine, don't close. If she go in the last moment, close. Okay, be strong with the pivot and with the shooter in the middle. In attack, the same, try to shoot, get the position for shooting, Korva, okay? The pivot today is not the option. The space between two and three and shooting, come on! Hurts, Penezic. Középre kell koncentrálni a védekezésben, a szélsőknek viszont ezt nem szabad elárulniuk, az utolsó pillanatban kell befele lépni. Hát most megtörtént a belépés, Krüpes használta ki, 22-20. Nem sikerült Lazovicsot megállítani, és így, ahogy tovább folyt az akció, kialakult a helyzet. Nézzük, hogy mi jön támadásban. Hát Ambrose Martin majdnem ugyanazt mondta el, mint a BL döntő első meccsén. Azaz, hogy most nem opció a beálló, ehhez képest lőkét sikerült Görvicnek megjátszania, de úgy, hogy kézbesítette a labdát, nem feladta légipostán, hanem maga vitte oda. Hetes. Grubišić egyet védett, most ezt nagyon be kéne lőni. Azért, hogy minél hamarabb megnyugodhassunk majd. Görbic! 23-20. Görbic Anitának ez volt az 51. gólja a Krim Ljubljana elleni BL meccseken. És ez természetesen rekorder a két együttes keretében. Először lement, de visszatért Görbic a balszélre. Úgyhogy védekezésben is a pályán, ahogy eddig is. Piedade. Lazovic. Penezic kezéből csúszott ki a labda. Wörth. Penezic, nem kéne hagyni. Tervel blokkol. Nagyon szép volt. Ezt kérte Ambrose Martin. Görbic. Bulatovic. Ó, de szép volt. 24-20. Úgy tűnt már, hogy megállítják a gyors akciót, de Görbic Anita észrevette az egyetlen létező jó megoldást, amivel még gyorsan gólt lehet szerezni. Négy a távolság. Pontosan egy fél idővel ezelőtt az első fél idő 23. percében volt utoljára négy találat az előny. Krüpes! Az bent van. A szélső futott be a kilépő védőfal mögé. Krüpes nagyon jól játszik, különösen a második félidőben. Ugye kiharcolt, kiállítást, gólokat lő. Labdát szerzett emberhátrányban, amikor Amorimra jött volna a figura. Amorim. Görbic. Bulatovic. Amorim. Hosszú passz. Bognár Bódi. 25-21. Grubišić kiugrott, de szerintem nem érezte igazán, hogy a kapunak melyik részét fedi. Csak a rövid sarkot. A hosszú nagy területen ott maradt, ezt használta ki Bognár Bódi.
Piedade. Penezic. Lazovic. Nem jó Piedádénak, de most szabálytalankodtak a beállóval szemben a mieink. Lőkevinné. Wörth állította meg. Lőke időben megtorpant ahhoz, hogy ne legyen belemenés. És ott látjuk, hogy valóban a beállóval szemben talán védekezésben többet is meg lehetett volna engedni, mert ahogy a Krim Ljubljana ezt megteszi, és tolerálják a játékvezetők, a Győr kapuja előtt is így tettek volna. És most ezt egy pillanatra észlelhettük is, mert egyértelmű szabálytalanságot engedtek tovább. Lőke, Bulatovic, Amorim. Előni nem tudja Bognár Bódi, Bulatovic, ő is tovább, Görbic. Görbic, az jó, Amorim, ez is jó, Bognár Bódi, Grubišić kiszedte a rövid sarokról. És ez nagyon trükkös védés volt, mert most a hosszúra lépett, és utána az egyik lábát és mindkét karját a rövidre átnyújtotta. Penezic. Ezzel a góllal pedig talán meg lett volna a győzelem is. De hát ami késik, nem múlik. Most hát reméljük, hogy nem lesz ez azon kevés alkalmak együtt, amikor múlik. Penezic. 25-22. Most Piedade és Wörth is jól dolgozott. Kialakították a helyzetet az átlövőnek. 6 gólos Andrea Penezic. Öt perc a végéig. Bulatovic. Zrinec lépett fel vele. Görvic látja, hogy van hely, lőke. Talán bevihette volna. Piedade fogta meg. Szabad dobás. Lőke rájátszott. Figyelmeztetik is. Tehát mondjuk, és megint csak a Krüpesféle két percet hoznám fel. Amit Kovacsics kapott. De hát nem hozom fel. Csak szabad dobás. Úgy tűnik, hogy Zrinec fennmarad védekezésben, már abban az értelemben, hogy előrébb lép. 5 plusz 1-es védekezés. Bulatovicot fogja Bognár Bódi, nem tudott a labda után nyúlni. Lazovic volt, aki megfogta. Itt látjuk. Amorim. Fenn a bírók keze. Görbic. Macsel. Ő az utolsó pillanatban. Lazovic csak belépett a védekező társa mögé. Bulatovic, az elég gyenge. Talán egy métert is tévedett. És nincs megnyugtató gól, támad az ellenfél. Lazovic, Lunde. A védés is lehet megnyugtató, legalább annyira, mint egy gól. Tehát a kettő összhatására lennénk kíváncsiak, mondjuk egy védés, egy gól. Akkor ez a meccs is nyugovóra térne. Amorim. Görbic, Lőke, Wörth fogta meg, hiába tiltakozik. Ráadásul hátulról tette. Amorim. Görbic, egy kis statisztika. Többet lőtt a Győr kapura. Amorim! Oh-oh-oh-oh. És ebben az volt a trükkös, hogy ezt nem kapura lőtt Amorim, hanem elindította a labdát a föld középpontja felé. Csak onnan kipattant. És be a léc alá. 26-22. Penezic. Két beállós játék az ellenfélnél. Krüpes. Wörth. Ó, de nagy gólt lőtt. 26-23. Nina Wörth az ellenfél egyik legjobbja. Az előző idényben 9 gólt szerzett a Győr elleni két meccsen. És hát egyébként korábban kétszer is kapott piros lapot BL mérkőzéseken a Győrrel szemben. Randers és Lipcse játékosként még. Bulatovic. Lőkét nem lehetett megjátszani. Hiába mondta el Ambrosz Martin, hogy ne erőltessék. Erőltetik. Krüpes felhozza 2 gólra a Krim Ljubljanát. 26-24. Hát a taktikai utasítások gyakran csak arra vannak, hogy kidobják őket, mert az élet úgy hozza, hogy egész más a megoldás. De most talán be kéne őket tartani.
lehet, hogy most sem következett volna semmifajta baj, pláne nem gyors indulás az ellenfél részéről. 2 perc a végéig. Görbic! 7-es! Hatalmas területen maradt ott Angela Bulatovic-sal, és ilyenkor nem kétséges, hogy Görbic megveri az emberét. Itt van. Elép mellette, Angela Bulatovic fogja a nyakánál, egy kicsit a bőrt és kicsit a meszt. Fontos 7 méteres jön. A Görbic, amit a belőli, akkor nagy valószínűséggel megvan, de így nincs meg a 2 pont. Döntő helyzetben újabb kimaradt büntető. 3-ból csak egyet lőtt be Görbic. És a Krim Ljubljana most még szorosabbá teheti. Áj, pedig ennél szorosabb már nem kéne. Benezic, jó blokk, Amorim, és Lunde oda ül, aztán felemeli a kezét a kellő magasságba. Pedig megvolt a zárás Benezicnek, de valahogy kiléptek abból a győriek. Amorim, Görbic, nem kell gyors támadás, elég egy nagyon lassú is. Ha tekintjük a csigát alapnak, ahhoz viszonyítsunk. Ambrose Martinnak lehet, hogy van ötlete a további lassításhoz, vagy a gólhoz, az sem lenne rossz, még ha Gepard gyorsaságú is. It will be necessary. One more goal for the average. So we have to keep the ball and try to shoot. We will play. Gorba, this one, yes. Pivot out, and the options are for you. Duda, come a little bit for the wing, okay? Out, and Gorba, you made the decision. If you have a very good one by one, do it. Foul, no problem. And we continue, okay? And you give an answer. If Gorba go, give an answer, okay? But if some problem, don't pass in bad conditions, okay? Remember, not 2 minutes in defense, and we have to make it very good defense because the average will be important. Come on, get out of here! Zrna, ko dobi to krilo tukaj žogo, ko dobi žogo, se sam pomakne stran, da mora iti direkt na gol. Okay? We try to play like this in defense, that the right wing receive the ball. And then we stop it, she need to go and shoot. Okay? And we will see what it will be. Okay? And then in attack, we need to go, when we receive the ball, we need to go in a fast break in the second phase. Go and give the hand on the head. Görbic, Amorim. Görbicé a döntés, elmondta Ambrose Martin. Görbic, Amorim, jó a blokk, és jó védekezés kell, azt mondta Ambrose Martin, hogy az átlag nagyon fontos. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen átlag prémium az edzőnek, a kapott gólok alapján. Benezic ellépi. Úgyhogy nem kell jól védekezni, elég, hogyha az ellenfél sokat lép. És most már meg lesz a győzelem. Hát ez sem volt könnyű. Bognár Bódi, Görbic! 27-24. Még egy szép Görbic, amit a gól a végére. Benezic tervel fogja meg, időn túli szabaddobás lesz ebből. 5 pontos a Győr a BL középdöntő csoportban. De hát egyelőre nem megy minden olyan flottul, mint korábban. Gondoljunk abba bele, hogy milyen nagy baj lenne, ha most minden tökéletes lenne, mert a tökéletes általában sokáig nem marad úgy, úgyhogy majd a Final Four idejében, abban a néhány napban kell nagyon jónak lenni. Görc még belelőtte a sorfalba, a Krim Ljubljanát legyőzte a Győr, de könnyen lehet, hogy a következő fordulóban idegenben majd a szlovénok ellen ennél jobb játékkel. Szenvedett a magyar csapat, sem védekezésben, sem támadásban nem nyújtotta talán azt, amit a legszebb álmainkban gondoltunk. De hát mondjuk ilyenek legyenek a csúnya álmok. Aprócska győzelmekkel.